Május 7-én déli 12 órakor jelentették be Brüsszelben, hogy az Európai Örökségdíjat, Európa Nostra díjat kapta meg a Gödöllői Királyi Kastély ifjúsági projektje, egy kastély titkos élete, ez volt a projektnek a címe. Erre pályázni kell, tehát egy pályamunkát kellett összeállítani. Azt gondolom, hogy nem csak maga a projektünk volt különleges, hanem a pályázatunk is, ezt a zsűri el is mondta, ugyanis nem az én kollégáim rakták össze ezt az angol nyelvű, nagyon komoly szakmai anyagot, hanem ezt is a fiatalokkal készítettük el, és az ő munkájukat, ő pályamunkájukat adtuk be. A Gödöllői Királyi Kastélyban mindig is hangsúlyos volt a gyerekekkel való foglalatoskodás. Ugye van mesekönyvünk, múzeumpedagógiai foglalkozásunk, számos bábelőadás, gyerekelőadást tartunk a kastély fesztiváljain. Van azonban egy korosztály, amit klasszikus múzeummal, meg klasszikus kultúrával nehéz megszólítani. Ezek ugye a kiskamaszok egészen olyan 18-20 éves korukig. Mi úgy gondoljuk azonban, hogy fontos feléjük is nyitni, és számukra érdekes módon bemutatni azt, hogy mivel foglalkozik egy kastély, milyen egy múzeum élete. Úgyhogy 2 évvel ezelőtt, rendszerváltoztatás évfordulójához közeledvén arra gondoltunk, hogy 12-18 éves környékbeli fiatalokat meghívunk, és arra kérjük őket, hogy csináljanak egy időszaki kiállítást a kastély történetéről, mégpedig abból a korból, ami a II. Világháborútól egészen a rendszerváltoztatásig történt itt a kastélyban. Ők kutatták ezt a témát, rengeteg helyivel beszélgettek, akik itt éltek, vagy dolgoztak a kastélyban 90 előtt, és egy nagyon szép tárlatot hoztak létre, és ők voltak a kiállítás kurátorai, ők végezték a kommunikációs tevékenységet, ők tervezték meg a plakátokat, és ők voltak a tárlatvezetők is. Azóta is jó néhány diákkal dolgozunk együtt, segítik a munkánkat, és ezzel a pályamunkával sikerült megnyernünk Európa legrangosabb örökségvédelmi díját oktatás kategóriában. Összesen az elmúlt 20 évben Magyarországon 4 ilyen díjat sikerült elhozni az összes kategóriában. Az idei év különleges, a Gödöllői Kastély mellett még 2 díjazott van Magyarországról. De ez egy nagyon-nagyon ritka, még a legnagyobb országoknak sem sikerül egy évben több díjat elhozni. Az idei évben 26 díjat osztottak ki a kategóriákban, és lehet szavazni, várják a közönség szavazatukat az Európai Uniónak a hivatalos honlapján, illetve az Európa Nostra honlapján várják ezeket a szavazatokat, és szeptemberben fog kiderülni, hogy a 26 díjazott közül ki kapja meg a közönség szavazát fődíját, illetve kiválasztanak nagy díjasokat is. Az elmúlt 18 évben nagyjából egy olyan 500 díjat osztottak ki. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon felemelő érzés és nagyon komoly elismerése a mi szakmai munkánknak itt a Gödöllői Királyi Kastélyban, hogy 20 év 500 legkomolyabb örökségvédelmi projektje közé kerülhetett Európában a Gödöllői Kastély munkája. Milyen körből hívtak meg fiatalokat, és mik voltak a kritériumok? Iskolákból ki kellett ezt érdemelni, vagy hogyan történt? A környékbeli iskolákban hirdettük meg ezt a lehetőséget, és nem volt kritérium, sőt, kifejezetten úgy hirdettük meg, hogyha a történelem nem érdekli, de mondjuk a matematikával szívesen foglalkozik, akkor is szeretettel várjuk, vagy hogyha ő beszélni szeret, akkor is szeretettel várjuk. Az elején nagyon sokan eljöttek, tele volt a kastély díszterme fiatalokkal, aztán a végére egy nagyjából 20 fős csapat maradt, akik végigvitték a folyamatot. Azért vártunk mindenféle képességű gyereket, hiszen egy kastélynak az élete sem csak történészek munkájából áll, hanem kellett, aki bizony a költségvetésért figyelt a projektben, kellett az, aki a kommunikációért figyelt. Tehát megtaláltuk ugyanazokat a munkákat, feladatokat, amit egyébként munkakör szerint itt a kollégáimmal ellátunk, a gyerekek között is. Örültünk neki, hogy egyébként nem csak Gödöllőről, hanem nagyon sok környékbeli településről érkezett hozzánk fiatal. Ez egy nagyon intenzív munka volt, hetente 2-3-szor jártak hozzánk a fiatalok egy éven keresztül. Hogyan vészeli át a kastély ezt az időszakot, amelyik most már lassan 2 hónapja tart, és hát ugye itt a május, ilyenkor azért már százak szoktak a kapu előtt állni. Valóban, most pedig senki nem lehet itt, ugye március 17-e óta zárva vannak a kapuink, látogatókat nem fogadhatunk, rendezvényeket nem tartatunk.
egy elég nehéz időszak a Gödöllői Kastély számára, hiszen Magyarország leglátogatottabb kastélymúzeumáról beszélünk. Hihetetlen mennyiségű rendezvényt bonyolítottunk le a tavalyi évben, 280 rendezvény volt a kastély falain belül, és nyilván ez árbevételben is megmutatkozott. A kastély az gyakorlatilag szinte önfenntartó, a teljes büdzsénknek a 20%-a érkezik központi költségvetésből támogatásként, a 80%-át keressük meg a költségeinknek. Ettől most elessünk, úgyhogy bizony nehéz időszakban vagyunk, azonban készülünk arra, hogy ismét fogadhassunk látogatókat, és igyekszünk igazodni az átalakult helyzethez. Olyan technikákat próbálunk kitalálni, amivel biztonságosabbá tudjuk tenni a látogatást. A bejárathoz már megrendeltük, minden ajtónál lesz fertőtlenítő adagoló, a pénztárpultjainkba, ajándékboltjainkba plexifalakat helyeztünk el, a látogatókat pedig ütemezve fogjuk engedni a kiállításba. Sajnos a tőlünk már megszokott interaktív eszközöket pedig várhatóan nem fogják tudni használni egy darabig a látogatóink, tehát megszüntetjük azt, hogy érintőképernyők legyenek, vagy megérinthető tárgyak, hiszen ez a járvány terjedését, a vírus terjedését elősegíteni, hogyha a sok ezer vendég megérinti ezeket az eszközöket. Azért idézzünk fel néhány olyan rendezvényt, amelyik itt sok látogatót vonzott. Tehát egyrészt maga a múzeum, rengeteg vendéget vonz, de hát eközben itt a lovarda, ahol koncertek és így tovább, de mondja el inkább ön. Valóban ugye az elmúlt időszakban a húsvéti hétvégének a legjelentősebb eseménye itt a kastélyban, az Ibolyanap húsvét a kastélyban. Erre általában 10-15 ezer látogató érkezik minden évben, sajnos ezt idén nem tudtuk megtartani, hogy várhatóan a koronázási hétvége is elmarad júniusban. A kastély lovardája az elmúlt 10 évben már egy bejáratott rendezvényi helyszínné vált, ahol számos koncertet, előadást tartunk, illetve diplomáciai fogadásokat, gálavacsorákat, esküvőket. És azt kell mondjam, hogy sajnos a lovarda is most üres, nem fogadhat látogatókat, rendezvényeket sem tudunk tartani. Abban bízunk, hogy az őszi időszakban a hagyományos lisztfesztiválunkat, hárfafesztiválunkat azonban már meg tudjuk majd tartani október tájékán. A királyi kastélyoknak van egy szövetsége. Szövetségen belül a működő kastélyok sorában milyen helyet foglal el a Gödöllői, és hát most ebben az időszakban ugye tartják-e telefonon, interneten a kapcsolatot, és megosztják-e a tapasztalatokat? Valóban az Európai Királyi Rezidenciák Szövetsége az egy létező szakmai szervezet, és egy nagyon elit klub, hiszen olyan társaságok kerülhetnek be, mint a Versailles kastély, a Schönbrunni kastély, vagy például a moszkvai Kreml, ezek sorába tartozik a Gödöllői Királyi Kastély is. Be nem lehet csak úgy belépni, hanem meghívásos rendszerben lehet bekerülni, úgyhogy nagy büszkeségünk, hogy tagjai lehetünk, sőt, hát hosszú évek óta az elnökségben is én magam szerepet vállalok, kincstárnoki pozícióban. Sajnos a királyi rezidenciáknál Európa szerte ugyanaz a helyzet, mint a Gödöllői Kastélyban, hogy jelenleg zárva vannak a kapuk, és látogatókat nem fogadhatunk. Mindenhol készülnek arra, hogy a nyitás kapcsán milyen biztonsági intézkedéseket kell meghozni, milyen szabályokat kell megalkotni, és ezekről napi szinten egyeztetünk, tehát most is él a kapcsolat, és van szakmai együttműködés, elsősorban interneten keresztül, illetve közösségi médián keresztül osztjuk meg a tapasztalatokat egymással, és próbálunk egymásnak segíteni. Ezen kívül pedig próbálunk arra is készülni, hogy ha az év második felében vagy jövő évben beindulna a turizmus, akkor hogyan tudunk látogatókat is jobban ezekre a helyszínekre csábítani. Dolgozunk azon, hogy a jövő évben milyen közös akciók, közös programokat hirdethetünk meg. Sajnos fizikai találkozók a Kastélyszövetség tagjai között sem lehetségesek. Létezik egy másik együttműködés is, ez pedig CC-hez kötődik. Valóban Erzsébet királyné ugye körbejárta Európát. A Gödöllői Kastély alapító tagja egy olyan szervezetnek, ami az ő életéhez kötődő fontos helyszíneket fogja össze. Ezt úgy hívják, hogy Sisi út. És hát most már 6 európai ország számos helyszíne tagja ennek, Svájctól kezdve Korfun át, Németország, Ausztria, Olaszország számos helyszín. A tavalyi évben a Gödöllői Kastély fogadta ennek a szervezetnek a tagjait itt egy közgyűlésen, és igyekszünk itt is
azon dolgozni, hogy a látogatókat egymáshoz csábítsuk, fölhívjuk a figyelmet arra, hogy nem csak a nagy helyszínek léteznek Erzsébet királyné életében, mint a Gödöllői kastély, vagy például Bécs, hanem vannak kisebb, de érdekes helyszínek is, amiről esetleg az átlag turista, az átlag látogató nem tud. Nincs bevétel, hogy sikerül ezt áthidalni, és végeznek-e munkákat a parkban, a kertben, a kastély épületében? A Gödöllői királyi kastély egy meglehetősen nagy cég. Mi egy KFT vagyunk, közel 100 alkalmazottal, a tavalyi évben 1 milliárd forintos büdzsével rendelkeztünk. Nyilván vannak azért a cégnek tartalékai, a munkavállalókra igyekszünk vigyázni, azonban a kollégáim nem a megszokott munkájukat tudják végezni, nem például a teremőrök vagy az ajándékbolti dolgozók, azok valóban a kastély kertjében próbálnak a virágágyásokatban dolgozni és gyomlálni és azokat felújítani. Külső szolgáltatók segítségét is igénybe tudtuk venni a különböző munkák kapcsán, például 2 mosdóblokkot sikerült felújítani. És nyilván igyekszünk olyan feladatokat is elvégezni, amiket egyébként normál ügymenetben ritkásabban vagy más technikával végeznénk el, ilyen például a légkezelőknek a nagy karbantartása. Ezeket az elmúlt hetekben elvégeztük, és természetesen arra is odafigyeltünk, hogy a légkezelőink is a vírusmentesítésben tudjanak segíteni, tehát különböző vegyszereket és szűrőket építettünk be annak érdekében, hogy a levegő minősége megfelelő legyen a kiállításban. Eközben, hogy a kultúra mégiscsak eljusson azokhoz, akik érdeklődnek, örömmel fedeztük fel, hogy a Facebookon Kastélyséták címmel apró kis filmekből álló sorozat jelent meg. Valóban a kultúra az igyekszik eljutni a közönséghez. Most erre az online tér a megfelelő. Kastélysétákat készítünk, különböző rejtvényeket, feladványokat helyezünk el a Facebook oldalunkon. Kollégáimmal a Nívódíjas mesekönyvünket, Hercegegérvári Elemér naplóját olvastuk föl. Várják ezeket a látogatók, várják az érdeklődők az újabb részeket és újabb történeteket a kastélyról és a kastély történetéből. Ezt jól mutatja, hogy az elmúlt egy hónapban például 20%-kal növekedett meg a kastély Facebook oldalát követők száma. És nem tudjuk, hogy lesz, ha megnyit a kastély. Vajon akkor ez visszaesik ez a szám? Ez egy nagyon jó kérdés. Az őszinte válaszom az, hogy nyugodtan essen vissza az online térben az érdeklődők száma, és inkább személyesen találkozhassunk a vendégekkel, és személyesen beszélgethessünk. Attól tartok, hogy egy jó ideig azonban nagy helyi, fizikai, valós látogatószámra nem számolhatunk, tehát az online megjelenéseknek lesz szerepe az enyhítést követően is. Olyannyira komolyan gondoljuk ezt, hogy egyébként nem csak videófelvételek formájában helyezünk el közösségi média felületeken kastélytörténetet bemutató kis filmeket, hanem egy virtuális túrát is indítottunk, ami már belépőjegyes, a látogató megvásárolja interneten a belépőjegyét, ott megadja, hogy milyen felületen szeretne velünk kapcsolatba kerülni, és mi egy élőszavas, valódi idegenvezetős tárlatvezetést tartunk neki olyan felületen, amit ő kiválaszt, ez lehet Messenger, Skype, Zoom, bármilyen, és így kérdezhet a látogató a saját érdeklődésének megfelelően, kérheti a tárlatvezető kollégáimat, hogy mutassa meg a házat, azt a tárgyat mutatjuk meg, amit ő szeretne látni, tehát van kommunikáció a látogató és az én kollégáim között, úgy látjuk, hogy ez is népszerű, és azt feltételezzük, hogy ez a jövőben is megmarad, hiszen a kastélynak nagy a külföldi látogatószáma, sokan érdeklődnek a világ minden tájáról a kastély iránt, sokan nem fognak tudni, vagy anyagi okok miatt, vagy a vírus helyzet okán a következő időszakban sem eljönni hozzánk. Tehát ezeket a szolgáltatásokat nem csak itthon, hanem külföldre is nyújtjuk a továbbiakban is.